Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Zalagerszegen. Egy apró cseppet kaphattál a meditációból, kevesebb, mint egy percet. Mi átszódott le benned ez alatt, az egy perc alatt? Türelmetlen voltál? Másra gondoltál? Máshol voltál? Gondolatban idehoztál valakit? Ez alatt az egy perc alatt, hogyha nem hallottad tisztán a három eltérő erősségű harangütés lefutását, akkor a narratívád, a saját sztorid elvitt valahova. Ezt hívjuk a karma húzó erejének. A szokások hatalmának. Hogyha tovább gyakorlod a meditációt, akkor ez a narratíva teljesen meg tud szűnni. Hogyha felteszem a kérdést, ki vagy te két gondolat között, abban a csendben, a harangütés 100%-os hallásában, mit felelnél? Ha ez a narratíva, a belső monológ, a párbeszéd, az érzetek, a múlt, a jelen, a jövő összjátéka egyszer csak megszűnik, te akkor ki lennél? Mit éreznél, hogyha nem lenne mit érezni? mit gondolnál, ha nem lenne mit gondolni? Mit mondanál, ha rájössz, hogy egyetlen szó sem fedi a valóságot? Mi lenne, hogyha az önképed teljesen eloszlana, és csak a nem tudjuk mi, de maradna? Sokkal jobb ezt a valamit nem tudhatónak mondani, mert ez az, amiben minden belefér. Nézd meg, hányféle önképed volt eddig az évek, évtizedek során. Hányszor gondoltad magadról azt, amit később, egy hét múlva, egy év múlva, egy évtized múlva már nem gondoltál igaznak magadra nézvést. Így változik az önkép. Változik ez úgy, mint az idő, meg az évszakok, és változik úgy is, mint a vulkánkütérés, vagy a tájfun és a tsunami. Változhat evolúció hatására, és változhat válságok, forradalmak hatására, akár belül, akár kívül. Az igazi kérdés az, hogy te eközben rájössz hogy valójában ki vagy. Annyiféle helyről megpróbálják neked megtanítani, hogy ki vagy. Mint gyermek, megmondják a szülők. Mint cseperedő, tinédzser, a barátok, az ellenségek, a világ többi része, mint felnőtt, mondjuk a társad, a családod, aztán a munkahelyen a főnök, meg a kollégák megmondják, hogy te ki vagy. És mindegyik egy ilyen kis mozaik valamiben, ami még így sem teljes. Az embernek egy ősi kérdése, hogy kik vagyunk mi valójában, mint Homo sapiens, és ki vagyok én ebben az egészben, mint 1 per 7,8 milliárd. És annyiféleképpen szeretnénk ezt könyvekből olvasni, órákon tanulni, különböző elnevezésű tárgyakban megtanulni, hogy mi kik vagyunk, hogy egyszerűen nem hisszük el, hogy amit keresünk, az már megvan. Hogy definíció nem fér hozzá. Hogy mihet kinyitod a szádat, csak részigasságot mondhatsz. És minél inkább eltér az önképünk az önvalótól, annál többet szenvedünk és szenvedtetünk. Ha visszatérsz az önvalóhoz, az azt jelenti, hogy az önképeket eloszlattad. Az azt jelenti, hogy a szenvedést felszámoltad. Az azt jelenti, hogy nem szenvedtetsz tovább, mert sem értelme, sem célja nem lenne. És ez lehetséges. A saját elménk állapota befolyásolja, Tudatunk tisztaságát. És amikor befelé fordítjuk energiánkat, és feltesszük a kérdést, hogy ki vagyok én, mi az ember, mi ez itt belül, akkor előbb-utóbb lefoszlanak azok a rutinok, beidegződések, klisék, amiket a külvilág rakott rád, amiket te hittél, amiket te szerettél volna igaznak látni, de mondjuk a legrosszabb pillanatokban hagyott ott és bizonyult illuzórikusnak. Pont akkor, amikor rá akartál támaszkodni arra az identitásra, amit te hittél magadról, amit elhitettek veled, és pont akkor nem adott menedéket, amikor a legnagyobb veszélyben voltál, amikor a legnagyobb válságban voltál. Nézd meg, hogy milyen emberkép él benned. Kinek vagy minek látott te magad? És ennek következtében kinek látod a másikat? nem csak a saját szempontodból fontos az ember kép, vagy az embernek urambocsá a definíciója. Ez egy borzalmas kifejezés, az ember definíciója. Többen megpróbálták lexikonban, képzeld el, leírják lexikonban, kettőben, háromban, hogy mi az ember. És elolvasod, és megrémülsz. Úristen, ha én az lennék, valójában mi lennék? Még rosszabb, ha azt elhinném, hogy a másik ember is az, mit tennék vele, mit mondanék neki, mit gondolnék róla, mit éreznék és éreztetnék. Nincs más hátra, magunknak kéne egy picit megtalálni, hogy kik vagyunk, mert hogyha valahol belül megigazulunk és helyes képet alkotunk magunkról, akkor a másikról is esélyes, hogy előbb-utóbb helyes képet alkotunk. Hogy ez mennyire nem megy, azt az elmúlt pár ezer év belátható történelme elég jól mutatja. Felépítünk egy identitást, legyen az egyéni, családi, csoportos, azaz nemzeti, társadalmi, és ezen az alapon viszonyulunk más népekhez, más társadalmakhoz, más családokhoz és más egyénekhez. Mit teszünk mi egymással ezeken a hidakon keresztül átlépve? Nagyjából azt, amit megengedhetünk magunknak nagyjából azt, amit a saját emberdefiníción kibír. Ezzel nem állunk jól. Csak az elmúlt száz évben több tucat millió ember halt meg, mert az ember megengedte, hogy egy másik embert legyilkoljon, hogy egy másik országát elfoglalja, hogy egy másik nép erőforrásait, sőt, önbecsülését, sőt, identitását megpróbálja elvenni. Tehát milyen emberképpel élünk? Ez dönti el az etikánkat, a moralitásunkat és azokat az egyéb rendszereket, amelyekre igyekszünk támaszkodni. Egy arrendszer működését fogom például hozni. Jogállamban élünk, és ennek van egy jogrendje. A jogrendnek van négy oszlopa. Az egyik a jogfilozófia, a másik a jogalkotás, a harmadik a jogértelmezés, és a negyedik a jogalkalmazás. Nagyon kevesen beszélnek a jogfilozófiáról, mert itt már az emberképnek, a társadalomképnek óriási jelentősége van. Sajnos jogfilozófiának nevezik, holott ez nem pusztán gondolkodás és nem pusztán egyfajta kognitív bölcsesség vagy elemzés dolga, ez az emberkép dolga. A jogfilozófia mögött ott van az emberkép, amit gondolok, hogy mihez van jogom, mint ember. Alapvető emberi jogok csak azok, amiket a másik embernek meg tudok adni, sőt, meg szeretnék adni. A természetben a fának nincs joga nőni fölfelé, csak azt csinálja, mert úgy van kódolva. A gyökerek le, a törzsfa. Joga van az embernek boldognak lenni? Nem, az embernek egy belső késztetése van, hogy boldog legyen. Aztán, hogy ehhez milyen jogrendet biztosítunk különböző földrészeken, különböző társadalmakban, az bizony a saját identitásunktól függ. Minek nézzük magunkat egymást egyéni, család és társadalmi szinten. Bizony ezen múlik, és ezért nagyon-nagyon más a boldogság definíciója különböző kultúrákban, de az érzete nem. Azt már nem lehet hazudni, azt már nem lehet megmásítani. A zen nem tesz mást, mint utat mutat a felfedezéshez, hogy te tényleg rájöjj, hogy ki vagy te valójában. Úgyis, mint személy, avatar, úgyis, mint a párkapcsolat egyik fele, a család egy tagja, és a társadalom egy tagja. És ezt a felfedezést, ezt valahol végig kéne járni a mindannyiunknak. Különben csak ilyen hézagos, elnagyolt, érdekek által torzított, történelmileg kicsikét kilúgozott ismereteink lehetnek, hogy mi az ember, és kik vagyunk mi valójában. Ha ezt a tapasztalati szinten nem tudod, akkor nem nyered el az autonómiádat. Nem leszel szellemileg önálló. Hanem mindig valamilyen nézetvilágtól, ideológiától, gondolkodásmódtól, lexikontól függő. Tehát ne légy rendszerfüggő, légy rendszeralkotó. Ehhez tapasztalni kell. Ehhez cselekedni kell. Ehhez az utat járni kell. És hogyha rosszul alakítottad ki ezt a definíciót, akkor biztos, hogy a válsághelyzetben ez nem fog működni. Ahogy egy kóan mondja, fénybuthák nem jutnak át az olvasztó kemencén. Kőbuthák nem jutnak át a vízen. Kinek van kérdése? Minden nézőpont kérdése? És hogyha mindenkinek tiszta lenne a tudata, akkor nem lenne nézőpont? Tehát mindenki ugyanazt látná? Nem. Milyen színű az ég? Kék. Szerintem is kék, de te onnan látod, én meg innen. Tehát az igazat látnánk, az igazat látjuk, de te onnan. Én meg innen. Ha azt mondod, hogy ez azonos nézőpont, hiba. Ha azt mondod, hogy ez különböző nézőpont, az is hiba. Onnan tudod, hogy a helyes talajon állsz, hogy az azonos és a különböző megszűnik fontosnak lenni. És ez egy nagyon veszélyes kijelentés, tudom. De el lehet jutni odáig, hogy nem akarom azt, hogy az én egem kékebb legyen, mint a tied. Vagy hogy az én nézőpontom magasabb szintű legyen, mint a tied. El lehet jutni a nem dualitáshoz úgy, hogy az ilyenséget éljük, és nem abszolút jóban vagy rosszban gondolkodunk, csak látjuk azt, hogy mi teremtjük a szenvedést, ezt rossznak nevezzük, és mi teremtjük a boldogságot, ezt jónak nevezzük. De rajtunk kívüli nézőpont nincs. Rajtunk kívüli abszolút rossz, abszolút jó nincs. Ez a világ a tudatunk által teremtett tapasztalás és ha a tudat tiszta, a tapasztalás is tiszta, itt lehet ezer nézőpont, tízezer nézőpont, de valójában egy sincs. Köszönöm. Szívesen. Tavaly meghalt a férjem. Fogad együtt érzősem. Köszönöm. Hogy lehet újra kezdeni úgy az életet valakivel, hogy újra ugyanazokat a hibákat ne kövessük el, vagy ne kövessem el? Ez a megfelelő gyász folyamat feltétele. Tehát egy gyász folyamat sok lépésből áll, de ezt három csoportba lehet osztani. Az egyik a köszönöm. Tehát megköszönöd azt a sok jót, amit adhattál és kaphattál. Utána a megbánás és a megbocsátás. Itt veszed ki a hibákkal való azonosulást. És hogyha ez megvan, akkor utána az útrabocsátás Isten hozzád per jó utat. Ha ez a három megvolt, akkor sikerül a karma nagy részével az azonosulást felszámolni. Onnan tudod, hogy az új kapcsolatot nem a régi emlékeiből fogod összerakni. Teljesen frissen, a tapasztalat birtokában, de nem a tapasztalat által meghatározva. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ehhez viszont meditációt javaslok, és nem azért, mert én pusztán azzal látom ezt elérhetőnek, hanem azért, mert ez csak itt fönt nem megy. Tehát csak gondolati úton, érzelmi úton nem megy. Úgy kell látnod az egész időszakot, amit az eltávozott férjeddel töltöttél, mint egy tükör a tükörben megjelenő filmként, vagy narratívaként. És ez nem elidegenedés, hogyha úgy látod, mint egy elmenő filmet. Ez a dolgok természet, hogy megjelennek, maradnak és eltűnnek. És onnantól kezdve, hogy te ezzel a megjelenéssel és eltűnéssel tisztában lettél, és nem ragaszkodsz sem pozitív, sem negatív tapasztalatokhoz, onnantól kezdve látod ezt teljesen tisztán. És a nem azonosulás az, amely útján az új kapcsolatot a korábbi hibáktól mentesen tudod kezdeni. Hogy? Amikor teszek vagy mondok valamit, akkor a korábbi karma nehogy meghatározzon. És látom azt, hogy mi az, amit még a szüleim kondicionáltak belém, és mi az, amit már máshol tanultam, és mi az, amit egyáltalán nem tanultam, csak így megjelenik. És hogyha az apát szólna belőled, az anyát szólna belőled, a férjed szólna belőled, az nem te vagy. Úgyhogy legyél te a kapcsolatban, a te hangod, a te lelked, a te gondolatod, a te érzésed az menjen az új partner felé. És akkor friss. Még egy dolgot kérdezhetek? Igen. Azt mondtad egy beszéletben, hogy ha tudod a karmád, akkor ö, látod az utadat tisztán, hogy ha viszont ö, nem látod a karmád, akkor sorsod van. ez hogy lehet elérni, hogy mindig tiszta legyen az a tudat? hogy mindig tudjunk jó döntést hozni, mert, mert ha rossz döntést hozunk, akkor nem látjuk a, a karmánkat, tehát akkor a karmánk víz valamire. Most mit látsz? Mivel kapcsolatban? Most gondolkodsz. Ha. Még egyszer. Téged látlak. Ki van én, vagy téged? Nem. Azt gondolod. Mit a szürke köppent a piros ruhát. És az a, igen? Most már a, látsz. Hogy nincs hajad, kopasz fej. Van, csak nem. Nyit. Kevés. Most láttuk, hogy mennyire nehéz a gondolkodást és az érzékelést elkülöníteni. A zen az érzékszervi tapasztalást nem illúziónak vagy valóságnak mondja, hanem a látást látásnak, a hallást hallásnak, a tapintást tapintásnak, és színeket látunk és formákat, is, ezeket megnevezzük. De azt, hogy téged, engem, titeket, őket, azt gondoljuk. Tehát, ha ebben a pillanatban tisztán látsz, ebben a pillanatban tisztán hallasz, akkor meg tudod különböztetni a saját gondolatodat a valóságtól. Tehát el tudod különíteni azt, amit tudsz, gondolsz és nem tudsz. Ez három nagyon fontos doboz. Állandóan összenyitjuk őket. Állandóan összekeverjük azt, amit gondolunk, tudunk és nem tudunk. A tudat tisztasága azért fontos, mert ha ebben a pillanatban a tudatod tiszta, akkor az ok- és okozat működését is nagyon jól látod. Akkor tudsz helyes döntést hozni, akkor van utad. Ha magadra borítod a karmádat, ha össze-vissza kavarsz mindent az elmében, ha nem vagy jelen a pillanatban, akkor nem hozol jó döntést, mert nem voltál hajlandó látni úgy a világot, ahogy van, se belül, se kívül. És a nem látásból, szanszkritul avidjá, ebből jön a szenvedés. Onnan tudod, hogy nem látod az utadat, hogy mindig másra hivatkozol. Panaszkodsz, kivetítesz, elvársz, blamálsz, vádolsz, ítélsz, ekkor biztos, hogy sorsod van. Ha ezeket te megszünteted, akkor előbb-utóbb tisztán látsz, helyesen döntesz, utad van. Ezért kell a meditáció? Hát valami kell. Hát valami csak kell. Én a meditációnál jobb utat még nem láttam, de sok más út van, és lehet azokkal is próbálkozni, rengeteg van. De ha valahol az energiádat nem fordítod befelé, nevezd akárminek. Ha valahol belül nem kérdezel, nevezd akármilyen iskolának. Akkor te a belső valóságodat, a mikrokozmoszt nem látod. Tehát, ha valahol belül kell dolgozni, akármilyen néven nevezed a folyamatot. És hogyha belül elkezdesz egy teret teremteni, és azt összenyitod a külsővel, ezt hívjuk egyéválásnak. Tehát a belső tudati tér és a külső tudati tér, amikor az egyéválik akkor felébredünk, és éberek leszünk. Ezt az egyéválást ezt sokféleképpen, sok szinten el lehet érni. A hétköznapi szinten sajnos az elme működés elég erőszakos leuralásával szeretnénk az ego falat lerombolni. Ez általában valamilyen érzékszervi tartalom, nagyon népszerű például az italfogyasztás. Itt a szeszes ital és egyéb bódító italokra gondolok. Ez a gondolatokat elnémítja egy ideig, és akkor van, utána elmúlik a hatás, és rosszabb, mint bármikor, vagy köztes állapotban, félrészek féljózan, még rosszabb. Tehát az emberiségnek mindig volt egy igénye arra, hogy ezt a berendezést kikapcsolja, csak nem találjuk meg a helyes gombokat. És ezért leromboljuk a készüléket, vagy eltorzítjuk. Hogyha visszamegyek a régi rendszerbe, ami a kóriai hagyomány, ott háromféle energiát, így háromféle alapvető információt szoktak megkülönböztetni. Az egyik az eredeti energia, a Wongi. Az, amit te lehoztál, amikor megszülettél. Ez a lelkednek az információ tartalma és az energetikája együtt. Ez a csí vagy prána, szanszkritón. Ezért látod azt, hogy bizonyos kisdedek már pár hetes korukban elég élénkek, kevesebbet alszanak, más kisdedek többet sírnak, többet alszanak, később kezdenek el mászkálni, később kezdenek el beszélni, attól függ, hogy milyen természetű az eredeti energiájuk. Ez mutatja a karmájukat is, hiszen, ahogy mondom, az energiának van információ tartalma is, és ezt karmának nevezzük. A második a nagy energia, DG. Mindaz, ami nem te vagy első közelítésben, hanem a világ. A négy nagy, most már három nagy fizikai kölcsönhatás, a tér, az idő, a nevek, a formák, a jelenségek, ez a nagy energia. Na most az az érdekes, hogy a kettő közti közlekedést azt a harmadik biztosítja a kongi, az üres energia, ez pedig a lélegzeted. Tehát azért van a meditációban például szilárd, mozdulatlan testtartás és légzésfigyelés, hogy a mikrokozmos és a makrokozmosz a vongi és a dégi közötti kapcsolat folyamatos legyen. Ha figyelmed elmegy a lélegzetedről, ez a kapcsolat megszakadhat. De teljesen nem, mert akkor meghalnál. De nagyon-nagyon kevéssé vagy a világgal kapcsolatban, hogyha a lélegzeted nem tudatos. Itt vagy fönnfejben. fejben. Követed a saját sztoridat. Sőt, további rétegeket gyártasz rá. Tehát ha a wongi és a dégi a lélegzeten a Kong konggin keresztül egyé ezt hívjuk egy vagy harmonizált energiának, ez a hapki kóriaiul, ebből csináltak harcművészetet is, ezért hallhatod a hapki nevet, ennek van egy japán eredete, ez az Aikido, ez az egyesített energia, ahol például az ellenfél energiának az elvezetésével nagyon sok gyönyörű eredményt el lehet érni, de nem azt mondod, hogy legyőzted, hanem azt, hogy megszüntetted a harcot. Tehát van papíron győzelem és vereség, de két harcos közül mind a kettő tudja, hogy pontosan mi történik a páston, mi történik a ringben. És az alapvetően nem győzelem és veresség, hanem egy szembenállás és egy megoldás. A világgal is te vitatkozhatsz, pörölhetsz, de ha te szemben állsz a világgal, előbb-utóbb egyengülsz, elkedvetlenedsz, és vereséget szenvedsz. Miért? Mert a világ sokkal nagyobb, mint te. Az emberiség ezt nem látja be, hogy a természet mindig erősebb, mint mi vagyunk. Ez a bolygó mindig nagyobb, mint mi vagyunk. Tehát a Földnek nincs problémája. Az ember követel iszonyú hibákat. Nekünk van problémánk. Rengeteg. És innentől kezdve, hogyha ez a három energia egyé vált, és az IKEA a harmonizált egyé vált energia kialakul, utána már az én réteged nem lesz abszolút. Nem lesz sziklaszilárd. Hanem kaput nyitsz magad és a világ között. Ezért van óriási jelentősége például a légzésfigyelésnek, mert amikor az ember indulatba jön, megváltozik a lélegzete. És hogyha a lélegzeten keresztül újra megnyugtatja magát, akkor világos, hogy legalább egy kis időt ad magának, hogy elszámoljon legalább háromig, ha tízig nem is. Úgyhogy nagyon nagy szerepe van az energiák befelé fordításának ahhoz, hogy te az utadat járd, és ne csak a sorsodat éld, és ne azt érezd, hogy az élet folyamatos balesetek, válságok és egyebeknek a sorozata. Erre nincs szükség. Senki és semmi nem mondta, hogy nektek szenvednetek kell. Senki és semmi nem mondta, hogy mi így, mint emberiség ne lehetnénk boldogok, ne élhetnénk harmonikusan, csak itt kell rendet tenni. És ezért van sok munka. Jó? Álláson, köszönöm. Nagyon szívesen. A koanokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Mi a koan? Mi vagy? Az a vadó Mi a koan? Nagyon jó. Hangosabban. Helyes. Ez az első koan, a nulladik pont. Most megkérdezhetsz. Szóval, hogy kaptam az elvonuláson egy koant, amin régebb óta meritálok, mint amennyi idő alatt a korábbiakat megoldottam. És... Magyarul hosszú. Hosszú, hosszú ideje nem oldottad meg. Nagyon jó, nagyon jó, folytasd. És ez a kérdésem, hogy ez öm, meddig lehet ülni egy kanon? Sokáig. Nagyon sokáig. Nagyon sokáig. sokáig. Éveken át. Ez az a kifogyhatatlan, végtelenre töltött kotlós, hogy nem bújik ki a tojásból a kicsibe az Istennek se, ott öt tűz rajta tíz éve. A korn az egy nagyon érdekes állatfaj, paradoxonokból van összerakva, és hogyha gondolkodsz rajta, akkor csak magadat vered a falhoz, vagy a földhöz, de nem oldod meg. És a koan az nagyon-nagyon fontos, tehát az az ennek így a veleje, az a gerinc vezetéke, hogy a paradoxonokkal való munka, az kivezet a gondolkodás labirintusából. És hogyha hosszú ideig kell ülni rajta, az nagyon jó, mert nagyon sok változás végbe megy közben. Még akkor is, hogyha észre sem veszem. Főleg úgy, hogyha nem veszed észre. Ha észreveszed, az ész általában beleszól, és a változás nem mehet végbe, mert visszatérsz a korábbi én képhez. Ezért nem méricskék. Mennyit változtam? Na mennyit? Ahhoz képest, ehhez képest, ahhoz képest, mennyit változtam? És betettem a sorba, és szépen végig toltam a múlt karójáig, ahova kikötöztem elmével az identitásomat. hurá. Ezért nem tudunk változni, mert állandóan visszatérünk a korábbi énünkhöz, csak az összehasonlítás kedvért. Ez balgaság. Ezt nem kell tennünk. Ne ellenőrizd a tudatod. Lásd magad. Ne viszonyítsd magad a múlt korábbi árnyaihoz, mert akkor nem tudsz kijönni a fénybe. Érted? Mondd tovább. De igazából megköszönöm a választodat. Nagyon szívesen. Cserébe kapsz egy kuant. Azt a koant adom most borinak, amelynek már egy részletét a bevezetőben elmondtam. Ahogy borinak adom, úgy mindenkinek. Nem juthat át, 40. történet. Egy napon George Washington három mondatot mondott a gyülekezetnek: Ha a budha földből lenne, feloldódna a vízben. Ha fából, akkor elégne a tűzben. Ha fémből, akkor pedig a kohótűzében olvadna meg. Kérdések. Hogyan oldódik fel a földbutha a vízben? Hogyan olvad meg a fémbutha a kohótűzében? Hogyan ég el a fabutha a tűzben? Fa, föld és fémbutha, azonos vagy különböző? Milyen butha juthat át bármin? Kommentár a hatodik pátriárka így szólt, eredetileg semmi sincs. Egy szútra így ír, minden budha. Ki teremtette a budhát? Kinek van igaza? Ha van budhád, agyonvág. Ha nincs budha, abba belehalsz. Mit tehetsz? Menj, így át. -e át. Megköszönjük George Uzen mesternek. Kínai néven volt ismert nagyon korán lett szerzetes, 24-28 éves korára már több megvilágosodás tapasztalása volt. 40 éves korá előtt semmilyen hivatalt nem vállalt el, csak gyakorolt. 60 éves korában lett egy nagy templom apátja, és 120 évig élt összesen, és több mint fél évszázadon át tanított. Én azt szeretném kérdezni, hogy, hogy mi lehet az oka annak, hogy, hogy valószínűleg nem szeretnék gyereket, de én szeretném, hogy. Tehát akarom, hogy akarjak gyereket, viszont. Hú, ez nem hangzik jól, tehát ha én gyerek lennék, én Hú. itt megijednék. Igen. Ott fönt ilyen kis gyerek lélek, és aztán, Juli akarja, hogy akarjon, hogy én oda menjek, oda, oda, atya, úr, Isten. Na akkor mit szeretnél? Szóval akarok akarni. Nem Igen. jó. <laughs> nem jó ez ijesztő. Uh -huh. Képzeld el, hogyha mégis... Akarok akarni. Hát gondold el, az milyen érzés? Valójában mit szeretne? Megtalálni egy olyan embert, akivel szeretnék. Na végre. Na végre. Egész addig, amíg úgy ilyen férfi nincs melletted, addig a gyermekről azért ne beszéljünk, mert ott elijednek a leszülethető lelkek. Hogy a lendő anyuka csak úgy akar akarni, hogy akarjon az akarásban valami akaratot, és még nincs mellette az apa jelölt. Tehát te most ne a gyerekkel foglalkozzál, hanem foglalkozzál úgy a nőiségeddel, hogy egy férfiség az mellét kerüljön. Akármilyen időket élünk, azért a férfire szükség van most a gyerekhez. Nem volt túl meggyőző, amit bólogattál. De, tényleg így van. Tehát valami azért csak kell még a férfiból, hogy legyen gyerek, ez úgy nagy részt nem fog változni. Azért érdemes itt párkapcsolatban gondolkodni, mert egy gyermeknek így alapesetben egy anyára és egy apára szüksége van. Javaslom, hogy akkor ezt tessék nem erőltetni, nem akarni, hanem belül késznek lenni rá. Hát ha te megnyitod a lelkedet egy ilyen életforma per tapasztalás felé, akkor egyrészt látod már azokat a minőségeket, amelyeken úgy javítani kell belül. Miért? Mert amilyen nő vagy te, egy olyan férfit fogsz magadhoz vonzani, sőt, amilyen férfi mintázatok vannak a családban, apuka, nagypapa, dédapa, testvérek, bátyok, öcs, minden férfi tag részéről, ez bizony hatással lesz arra, hogy te milyen párt fogsz magad mellé bevonzani, és ezen csak úgy tudsz változtatni, hogyha magadon változtatsz. Tehát a család történetét, hogyha megnézed, ismétlődő mintákat hagyományozunk hetedíziglen generációról generációra, és ezen minták nagy részét nem kéne megismételnünk. Nézd meg, hogy az igazságtalanság, elhagyás, megalázás, ítéltetés és egyebek hogyan ismétlődnek a családi karmában, miért? Mert nem tudtunk jobbat. Mert a nagyapáink nem önismereti folyamra jártak, hanem két világháborút túléltek, és fel kell építeni az országot. Ugye? Tehát ez eszméletlen fontos, hogy a magad karmáján változtas ahhoz, hogy a kapcsolati karmád és a családi karmád változon. Miért? Mert a családtagjaid karmáját nem tudod megváltoztatni, de egymáshoz születtünk. Egymás erőterében élünk, egymással vagyunk vérségi kapcsolatban, generációról generációra. Mennyire tiszta ehhez a tudatunk? Vagy csak húzzuk, vonjuk egymást? Csak állandóan újra mutogatunk egymásra? születésnapi ebéd után kergetőzünk egy kicsit, hogy kinek van igaza? Úgyhogy tessék a humán projekten dolgozni, hogy az egy, azt találjon még egyet, és először az egy meg egy az legyen kettő, és ha jól csináljátok, akkor az egy meg egy az legyen három. Ez egy szerves matek példa volt. Egyéb kérdés? Köszönöm. Én azt szeretném kérdezni, hogy amikor a lélek lejön és hoz magával egyfajta minőséget, azt ő folyamatosan hozza le magával, tehát hogy ez folyamatosan megújul, tehát hogy van egy ilyen, illetve hogy ez a lélek minőség, ez mennyire, tehát mennyire van benne az, hogy tiszta tudatra képes, illetve van-e már benne valamilyen fajta tisztátudat, tudat, illetve hogy ezt látjuk, hogy az emberi tudatok és minőségek között különbségek vannak. Figyelet hogy hány kérdést tettél fel egy mondatban? Sokat. Ez milyen minőség? Sok ez a, fajta. A, a, a sokféleség minősége. Ez nagyon jó. Ez a sokféleség, ez valójában egy kérdés, hogy ki vagy. Amikor a lélek lejön, Lehozza a karmáját. A karmája az az erőtér és az az információtartalom, amit később elnevezünk személynek, ahogy fejlődik. Minden, ami az energia és az információ együtt, korábbi életeinek az összessége. Amit identitásban, mint a fa évgyűrűi lerakott, megkötött, az lesz ő. Amit elengedett, föloldott, az már nem ő. A születéskor, amikor a köldögzsinór elvágódik, akkor indul egy olyan folyamat, ami a testtudatosság és lélektudatosság kezdete és fejlődése ebben az inkarnációban. Visszafordíthatatlan. Elvágható, de nem visszafordítható. Nagyon nagy szerepe van a környezetnek, hogy mit rak be ebbe a lélekbe, tanít, és mi az, amit kivesz belőle, tilt. Milyen azonosságot tapasztal, milyen különbséget tapasztal. Mi az, amivel azonosul, mi az, amiről leválasztódik. Itt a szülőknek, iskolának, környezetnek, társadalomnak elképesztő szerepe van. Mert akármilyen karmát hozott le a gyerek, az első három évben olyan elképesztően lágy és kondicionálható és vékony az egókéreg, hogy nagyon sok mindent el lehet élni, amit később már nem. Három és hét éves kor között van egy újabb szakasz, persze ezt is föl lehet szabdalni, és az az érdekes, hogy mivel a lehozott anyag az még nem énesült annyira, pár gyerek az érzékszerv fölötti síkot is látja pár gyerek korábbi inkarnációit is látja. És hogy megfogalmazza, a szülők nem értik. Azt hiszik, hogy valami baj van a gyerekkel, hogy valamit álmodott. Pedig a gyerek elmondja, ami a tárház tudatában még úgy jön föl, hogy az én alkotó még nem nyomja vissza a tudattalamba, hanem feljön a felszínre. És ezért nagyon-nagyon jó figyelni, hogy a gyerek, amit mond, amit érzékel, tehát azt honnan mondja, honnan érzékelteti. És az egyetlen egy dolga a szülőnek és a társadalomnak, hogy a gyereket az útján segítse, és segítse felnőni, tudatossá válni testben és lélekben. Eljuttatni a személyes tapasztalatig, hogy ki ő valójában, és milyen családban, milyen társadalomban született, és eljuttatni odáig, hogy mi az ember. És a ki vagyok én, mint egyén. És mi az ember, mint kollektívum, Mind a kettőre szükség van. Fájdalmas, amikor az egyiket elhanyagoljuk a másik rovására, mert így nem teljes a tapasztalatunk ezen a földön. És a teljesség hiánya itt a tisztaság hiánya is. És amilyen hibákat elkövetünk, az visszavezethető a feldolgozatlan önképhez, az ismeretek, a tapasztalatok hiányához, hogy nem mentünk az úton, hanem csak sorsot tapasztaltunk, és Hanyagok voltunk, és nem láttunk, és nem akartunk tudni, nem akartunk dönteni, és kiengedtük a gyeplőt a kezünkből. Valahol a szabadságra való törekvés a felelősség elsajátítása is. A felelősség vállalása végsősoron a szabadság tapasztalása is. Miért? Mert te vállaltad. Amíg a kettőt nem társítjuk, addig nem leszünk felnőttek soha. A felelősség nélküli szabadságfogalom szükségszerűen infantilis és visszamaradt. És onnantól kezdve, hogy a gyermek megszületett, és a lélektudatosság és testtudatosság egyaránt neveltetik és növeltetik, onnantól kezdve az önállósága is meg lesz. A szellemi önállóság és a helyes látás az a legtöbb, amit az ismereteken túl megadhatsz egy másik embernek, a gyereknek pedig meg kell adni, mert ő az esély, ő az új generáció, ő fog itt lenni tovább, nem mi. Ezért van óriási felelősségünk akkor, amikor az új generációt fölneveljük. Kivétesszük őket. Mit kondicionálunk beléjük? Mit hitetünk el velük? Nézd meg. Be fogják rajtunk hajtani. Ott állnak a sírunknál, és elmondják. Be fogják rajtunk hajtani. Úgyhogy vigyázz. Köszönöm a kérdést. Én is köszönöm. Még egy valamit hozzátehetek, illetve így felmerült bennem, hogy akkor ezek szerint nagyon-nagyon fontos szerepe van egyrészt a társadalomnak, másrészt pedig a szülőnek abban, hogy hogyan neveli a gyereket. Így van. Mind de, a kettőnek. Mind a kettőnek, de ugyanakkor a lélek minőségének is van abban nagyon szerep, Nagyobb szerepe, hogy milyen minőségben, milyen erővel jön le, milyen képességekkel, hogy esetleg a negatívabb dolgokat hogyan tudja kezelni, és hogyan tud rajta átlépni? Mi a negatív? Ami nem a fejlődését szolgálja. Mi az, ami nem szolgálja a fejlődést? Ami visszahúzza. Mi húzza vissza? Sok minden <laughs> visszahúzhatja. Látod, most eldobtad a lasztit. Mert nem lehet a pozitívat és a negatívat elvontan megkülönböztetni. Az én életemben voltak emberek, akik el akarták vágni az utamat, le akartak uralni, és később, amikor a hatásukat tudtam semlegesíteni, megköszöntem lélekben, de csak lélekben. Volt egy, akinek szerencsére 12 évvel a cselekedete után sikerült megköszönni, amikor már erősebb lettem, mint ő. De nem véletlenül mondta a legnagyobb nyugati bóthiszthatvánk, hogy szeressétek ellenségeiteket. De ha ez nem őszinte, akkor az azért van, mert még az ellenséged. Ha már nem az ellenséged, akkor tudod szeretni. Tehát először föl kell oldani azt az elképesztő polaritást, amitől valami negatív lesz. Ha te erős vagy és önálló vagy, akkor nincs ellenséged, mert megtanultad a leckét. Mert megláttad a látnivalót. Mert járod az utat. És ha járod az utat, akkor nem ellenségeid vannak, hanem tanítóid. Akadályaid vannak, és nem falak előtted. Az akadályokat át lehet lépni. Igen, amikor a lélek leszületik, hozza magával a korábbi identitását, és az a környezetben szépen évről évre manifestálódik, kifejlődik. És a lélek polaritása határozza meg, hogy valakit az ellenségévé tesz korábbi predispozíciója alapján, a korábbi szokásai karmája alapján, vagy pedig a barátjává. Na most ezeket kell tudatosan átalakítani ahhoz, hogy a korábbi hibákat ne ismételjük meg. Hogy a korábbi ellenségeinket nem másoljuk le. És akkor tudunk haladni. De hát ehhez emelkedni kell a tudatosság gyönyörűséges totem oszlopán, és a világ vissza is igazolja, hogy te hol vagy. Te nem magadról gyártsál önképet. Te nem magadat definiáld. Menjél közel mondjuk egy lóhoz. Ideges lesz? Elfogad? Menjél közel mondjuk így egy csoporthoz. Hol foglalsz helyet, hol vagy? Vannak a közeledben emberek, vagy kicsit távolabb vannak tőled? Hogy érzed magad emberek között? Hogy érzed magad az erdőben? Félsz a sötétben? Tudsz idegeneken segíteni? Tudsz spontán válaszolni? Na, ezek a minőségek azok, amelyek nem jönnek könnyen. Van, aki lehozza, van, akinek meg kell szerezni. Az biztos, hogy ha nem fektetsz valamibe erőt, akkor nem tudod megtartani a válsághelyzetben. Párkapcsolat a legjobb példa erre ha nem fektettünk egymásba kellő energiát, ha nem harcoltuk meg a harcainkat, ha nem álltunk ki egymásért, akkor válsághelyzetben az a párkapcsolat darabokra törik, mert adottnak veszük egymást, alacsony energiaszint van, kicsit boldogok vagyunk, kicsi harmónia, eléldegélünk, ugye? És amikor jön a nagy veszedelem, boom! Tehát, ha nem harcolod meg a harcaidat, akkor nem kötöd meg a szövetségeidet sem. És enélkül nem megy. Ezért kell az utat megtalálni, a harcokat megharcolni, az akadályokat legyőzni, és már látod, hogy kivé válsz. Nem kell külön lexikon hozzá. És hogyha te azzá válsz, akivé szeretnél lenni, akkor helyes irányba mész. Köszönöm szépen. Szívesen. Ha társkapcsolati viszonyban valaki együtt él egy meglehetősen narcisztikus bordellány szegménységgel, mi a megoldás, mi a tovább lépés a kapcsolatnak, vagy hogy lehet ezt valahogy kezelni? Ha kellő erő van benned, akkor nem kell külső segítség. Ha nem vagy elég erős ehhez, akkor viszont külső segítség kell. Az első esetben folyamatosan valamilyen cselekvés útján fel kell oldani azt a gyilkos narratívát és mérgező belső folyamatot, amitől a borderline és a narcisztikus tünetcsoport kialakul. És hogyha ez így van, akkor az együttérzésed és a bölcsességed erősebb volt, mint a másik ember karmája. De ne magunkat, ez akkora energiát kíván, hogy nem biztos, hogy megvan bennünk akkor viszont a helyes háromszögellés kell, és belép a terapeuta, belép az orvos, belép az egyéb segítő. És itt ne önképvesztességnek vagy kudarcnak éld azt meg, hogy egy ilyen háromszögellésbe belekezdesz. Nagyon gyakran pont az billenti ki a másikat a saját önképéből, hogy már nem tudja monopolizálni a kapcsolatot, és nem tudja az energiádat elszívni hogy meg kell mutatni a karmát egy harmadik személynek, ahol már ő nem lehet csak olyan, amikor ugye egy, egy az egyben lévő szituációban ezeket rádönti. Úgyhogy döntsd el, hogy melyik úton mész. A háromszögelt úton, vagy a közvetlen kapcsolat útján, mert elképesztő energia, szeretet, és egy nagyon komoly nem kettős, nonduális tapasztalat kell ahhoz, hogy te ne hidd el azt, amit az, az egyébként intim kapcsolatban lévő borderline és narcisztikus személyiség rádönt. Hogy te folyamatosan úgy tudj tükrözni, hogy az együttérző legyen. És folyamatosan visszavidd arra a kérdésre, hogy te valójában ki vagy. A narcisztikus személy pont azt nem tudja meghallani, amit kellene. A borderline pont ott nincs, nincs középen, ahol kellene lenni, állandó szélsőségekben van. Ha ez így folytatódik, akkor mániákus depresszió lesz belőle, a narcizmusból pedig a legrosszabb napján gyilkos indulat. Döntsd el, hogy ebből mennyit tudsz elvállalni. Mennyit tudsz semlegesíteni, mennyit tudsz fölemelni, mert ismétlem, nem helytelen és nem kudarc beismerni azt, hogy ehhez te esetleg kevés vagy. És akkor kell a külső segítség. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Az a kérdésem, hogy, hogy egy ideje keresem a hála állapotát, mert emlékszem arra, hogy benne voltam tartósan sokáig. Én is hasonló sorsot értem meg, hogy eltemettem a férjemet, és utána nyilván nagyon nagyot változott az életünk, viszont észrevettem, hogy, hogy nagyon szeretetteljes emberi kapcsolatok vesznek körbe. És ezek tényleg így körbeöleltek. Szinte két évig ezt éreztem, ezt az állandó hála állapotban lebegést minden nap. És aztán nekindultunk a világnak, kutárcok is történtek, és valahol elvesztettem ezt a hálát. Azt mondtad, nekindultunk. Te és még ki? A gyerekek. Hány? N Négy. Wow nem lehet mindig hálásnak lenni, hiszen a hála a múlthoz köt, és néha eltávozott személyhez. És a dolgok rendje az, hogy előre nézünk, miután már megháláltuk annak azt, amit kellett. Szerintem azért vesztetted el ezt az állapotot, mert jogos igényeid merültek föl, és amikor az ember akar valamit, valakit, akkor még nem hálás. Javaslok valamit. Belül folytass egy olyan meditációt, hogy hálás vagyok annak a férfinak, aki majd eljön az életembe. Így összekötöd a múltat és a jövőt. A kudarcról tudnál mondani pár szót, légy szíves? Nem. Ezt most kudarcnak éled meg? Nem lepődtem meg a válaszodat. Akkor már kicsit ellenálló vagy. Hányféle kudarc létezik? mond? Amennyit szeretnél. Igen, hányat szeretnél? Nem szeretnék kudarcot. Akkor nem lesz. Ha nem szeretnél kudarcot, akkor csak kihozanodások, tanulások és egyebek lesznek, mert látod, hogy amit így nem tudtál megvalósítani, azt úgy tudod, egy másik úton. Azaz kiderülhet, hogy csak a módszer volt hibás. Van, amikor kiderül, hogy a cél maga hibás, és Úristen, de jó, hogy nem sikerült majd később, másképp, más tudatállapotban, majd sikerül, és akkor az már jobb lesz. Mert tanultál valamit. Ahogy ellenségeink sincsenek eredetileg, csak meg nem tanult leckék, úgy kudarcok sincsenek, csak felfedezetlen utak vannak. Nem fedezted föl még a megoldás útját, ezért van kudarc elményed. És néha nagyon jó, hogy visszapattanunk egy-két helyzetből. Nagyon jó, hogy egy-két tervünk nem valósul meg. Nagyon jó, hogy bizonyos dolgokat lélekben identitásként nem tudsz tovább továbbvinni, nem fel kell adni. Nem viheted identitásként magaddal egy csomó karmádat. Istenem, hogy néznénk ki. Úgyhogy a kudarcélmény, hogyha nem pusztán csalódásnak vagy illúzióvesztésnek fogod fel, egész jó tanulás. Törekedj tízezer éven át, akkor nincs kudarc. Jó? Jó, köszönöm szépen. Szívese. Ha egy módszer helyes irányba állít, akkor ki az érdem? A módszeré, a tanítóé, aki adta, vagy aki megcsinálta? A tiéd. Szeretnéd? Köszönöm. Elég nehéz az az érdem. Lehúzza a hátizsákom. Inkább neked adom. És mit kezdesz vele? Továbbadom. Nagyon jó húzza le a másik hátizsákját. Egyéb kérdés? Ha átlátok a falon, megütt, vagy csak szólsz, hogy nem ezt keressük? Előbb lássát a falon, majd utána beszélünk. Rendben. Szívesen. Egyéb kérdés. Szerinted meg lehet-e bocsátani a megcsalást, vagy meg sem kéne haragudni emiatt. Tehát mi a helyes? Kicsalt meg téged, és mi módon? Ö, többen megcsaltak, ez egy visszatérő. De én csinálom, szóval hogy elkezdek gyanakodni, és akkor beigazolódik. Az igazi kérdés az, hogy meg akarsz-e bocsátani? Értékes-e az az ember számodra annyira, hogy megbocsátasz neki? Vagy ezzel ő annyira nullára vagy mínuszba írta magát, hogy eldobod? Mind a kettő a te döntésed. Ha nem akarod az, azt az embert elveszíteni, akkor megbocsátasz neki, és lassan visszanyerheti a bizalmadat. Lassan. A megbocsátás az az, hogy már nem tolod el, már nem haragszol. Az nem jelenti azt, hogy rögtön megbízol benne újra, mert az naivitás, az idealizmus. És a megbocsátás az feltétel nélküli. A bizalom feltételhez kötött. Tehát, hogyha teljesíti a feltételeket, és nem bűnözik be újra, akkor visszanyerheti a bizalmadat. De ha nem, akkor te ne jázd az ő játszmáját. A bűnbeesünk, feloldozlak játszmáját. Ezt nagyon sokan szeretik. És már csak azért megcsinálják, mert tudják, hogy megbocsátasz. Tudják, hogy újra bízol bennük. És perverz módon kihasználják. Úgyhogy ezt ne hagyd, nézd azt, hogy kivé válsz azáltal, hogy megbocsátasz. Kivé válik ő, hogy újra megbízol benne. És aztán nézd meg, hogy ezt a lélek benned hogy érzi. Szeretnéd, vagy sem? Mekkora hibánál mondod azt, hogy na, megcsaltak. Mekkora hibánál mondod azt, hogy csak tévedtem. Mekkora hibánál mondod azt, hogy hát az elvárásaim nem teljesültek. Mekkora hibánál mondod azt, hogy egy világ omlott össze bennem. Ezt belül döntsd el. A léleknek vannak iratlan törvényei, jó, ha fölfedezzük őket, mert akkor nem csaljuk meg magunkat, és akkor más sem fog. Jó. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Miért születik az ember oda, hova születik, hogyha az a közösség, az a család nem kér belőle? És kiveti magából? Azért, mert pontosan ennyi karmád volt velük. Tehát, ahogy mondtam, van kevés karma, sok karma. És hogyha kivet, akkor te azt a kivetettséget kellett, hogy megtapasztaljad. Miért? Mert épp amikor ez megtörtént, te védtelen voltál kicsi voltál. Ők erősek voltak, és nagyok. Amit te eldolgozatlanul hagytál korábbi életeidben, az itt, az identitás mértékében kijön. Erős azonosulás hamar kijön. Közepes azonosulás később kijön, gyönge azonosulás legkésőbb jön ki. Az élet nem fer vagy igazságos. Mi azzá tehetjük, de nem könnyű. Úgy hogy ez ami ég az, ami igazándiból visszatartotta, hogy tovább tudjak menni azon az úton, amiért jöttem. Akkor ez az az akadály, amit le kell győznöd. Hogyan? Nézd meg, hogy mi az utad. Ezt belül kell megtalálnod. Ehhez mondjuk egy meditációs elvonulás, az nagyon jó környezetet biztosít. Még hogyha látnám a karmádat részletesen, akkor sem mondanám el. Miért? mert elvenném az önállóságodat. Mert az a döntés nem a tiéd lenne. Ennek a te döntésednek kell, hogy legyen. És innentől kezdve dolgod van. Az, hogy téged kivetett a családod, a környezeted, az egy korábbi karma következménye. Hogyan nem ismétled ezt meg, hogyan nem követed ezt el másokkal, ez a dolgod és ekkor megnyílik az út ahhoz, hogy egy boldog, egészséges és világosabb tudatú ember légy. Köszönöm. Szívesen. A segítségnek és a segítségnyújtásnak van-e határa? Van. Ez a kérdésem. Ez a válaszom. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Engem érdekel, hogy hol ez a határ. Ott. Ahol lerakod ezt a határt, ott van. Világos, hogy két kezünk van, két lábunk és egy fejünk. De a határ nem a fizikai. Nem azt szoktuk meg, hogy úristen, ha három kezem lenne, akkor boldog lennék. Nem. Általában a fizikai mi voltunkkal, mulandóságon, tökéletlenségen belül e vagyunk. Itt van a gond. Itt belül. Itt vannak a határok, az akadályok, a falak. Ha ezt lebontod, végtelenné válsz térben és időben, Tang dinasztia, zenmester. Ha ledöntöd a falat, mi magad vagy, végtelenné válsz térben és időben. Mi ezt keressük. És az az érdekes, hogy az ember annyira paradox lény, hogy egy ilyen mulandó, rövid életű, tökéletlen porhüvelybe ide beleszülettünk, ezzel a lélekkel, amelyik tapasztalásra vágyik, tapintani, ízlelni, látni, hallani, szagolni szeretne, Közben pedig az öröklétet célozza meg. Hogy igényünk van arra, hogy a mulandóság fölé emelkedjünk. Hogyan? Mivel? Megvan, csak meg kell találni. A feltételez kötöttség fölé emelkedjünk. Hogyan? Mivel? Meg kell találni. Hogy a tökéletlenség fölé emelkedjünk. Hogyan? Mivel? Meg lehet találni. Hát elképesztő paradox az ember és nem fogunk beleférni egyetlen lexikomba sem. Nem lehet az embert írásba foglalni, mert mi írjuk azokat a könyveket, és írhatunk százezret, az is csak egy termék, teremtett dolog, nem pedig a teremtő maga, az író maga. Tehát az akadály belül van, de az út is belül van. Nézd meg, hogy mennyire jól fogalmazott Madácsa, amikor az ember tragédiáját megírta. Olvasd újra ezzel a szemmel, hogy mennyire paradox az ember. Mennyire az örök létre vágyik, a tökéletességre vágyik, a szabadságra vágyik. És mennyire nem tudjuk elérni, hogyha nem a helyes úton járunk. És mire oda jutsz, hogy a helyes úton jársz, már nem ezeket az ideálképeket akarod elérni. Már nem azt a gyermekes-infantilis szabadságot szeretnéd elérni, hanem mondjuk egy olyan társas viszonyt, ahol mondjuk kölcsönös szeretet van. Ugye? Egyéb kérdés? Várhatunk eredményt azoktól a dolgoktól, amikbe nagyon sok energiát fektetünk? Miben fektettél nagyon sok energiát? Hát konkrétan most a tanulmányaimra gondolok. Akkor igen, színötös leszel. De ez nem elég. Na, itt a baj! És itt a lehetőség. Hát az, hogy mit írnak az indexbe vagy a leckekönyvbe, fontos, felvételizni fogunk, be kell jutni, stb. De valójában mit tanulsz? Azt tanulod, ami érdekel, vagy csak azt, amit feladnak házi feladatként? Ez ritkán egyezik. Tanuld azt, amit tényleg érdekel, de közben add meg a császárnak, ami a császáré. Nagyon fontos, hogy a lélek azt az utat járja, amiben tudsz hinni. Miért? Mert akkor már nem tudsz energiát belefektetni. Nézd meg, hogy a hited és az energiád mennyire összefügg. Amire figyelsz, az van a tudatod látóterében. Amit elhiszel, abba fektetsz energiát. És fordítva is így van. Amibe energiát fektetsz, azt előbb-utóbb elhiszed. Biztos, hogy lesz eredmény a tanulmányaidnak. De hogyha ez nem az, amit te szeretnél, akkor lehet, hogy mást is kéne tanulni. Nem csak azt. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. A meglehetősen nagy egóval rendelkező emberekkel szemben mi a megfelelő vagy a legjobb hozzáállás belemenni a kommunikációba, vagy futni és menekülni? Nem futni nem menekülni, illetve nem kommunikálni és nem harcolni, mert a hatalmas méretű egoitások állandóan az oszd meg és uralkodjban lelik örömüket, és az állandó konfliktusok szításából élnek. Ne tápláld energiával. Tehát hogyha nem reagálsz, nem viszonzod, nem tükrözöd, hanem teszel három lépést, az elsőt hátra, a másodikat még hátrébb, a harmadikat leghátrébb, és egy fél megköszönöd a tanítást, és eltávozol a környezetéből. Nem menekülsz, távozol. Akkor ő nem kap figyelmet. Tehát a hatalmas méretű egoitások figyelemből táplálkoznak. Nagy egoitás, sok figyelem, kis egoitás, kis figyelem. Tehát tessék szíves megvonni a jelenlétet és a figyelmet, mert ebből nem származhat olyan energiátadás, amiből ő finanszírozza a saját véleményeit, a saját dualitásait, és így az azokkal való azonosulás mértékében a saját egoitását. Vond meg az energiát, vond meg az információt. És a csendben, az egyedüllétben, majd egy kicsit önmagára eszmél, hogy miért érzi olyan bitang rosszul magát. Ki kéne ahhoz a közelembe, ugye, hogy én jól érezzem magam. Milyen beszéd kellene? Mi az, ami itt nincs? Ki az, aki itt nincs? És ezek a bitang nagy egoitások, ezek az egyedül léttől, a magánytól, ezek úgy írtóznak, úgy félnek, leírhatatlan. Nyugodtan hagyd a sorsával egyedül. Végülis akkor nem engedem, úgymond, hogy a fájdalom testembe belekapaszkodjon. Látom, tanultál. Ne enged. Utolsó kérdés. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, jó előrébb a hölgy beszélt erről, illetve te is említetted. a gyerekeknél, hogy a három és hét év között még kapcsolatban vannak, illetve Látják a, az előző életüket. Látszhatják, és láthatják. lehetnek kapcsolatban, nem mindegyik, de van aki. És van aki, röviden beszélünk, hogy 7 éves kora után miért tűnik el, vagy, vagy tűnik el véglegesen, vagy tompul, de általában elszokott úgy tudom tűnni, hogy ez miért van. Ez azért van, mert az énségnek a fala lezárul. Tehát annyi érzékszervi hatás éri 7 év alatt, annyi gondolkodást fejleszt már ki, az azonosulás mértéke megnő annyira, hogy az énség fala lezáródjon. És ezek az érzékszerv fölötti tapasztalások nagyrészt eltűnnek. Miért? Mert abban a pillanatban, hogy a felnőtt életében ezt ugye újraidézi, egészen más tapasztalás lesz már. Le kell zárulnia ennek az időszaknak ahhoz, hogy ő biztonsággal fejlődhessen, kialakítsa az egy személy identitását, az öntudatát, és teljesen szükségszerű, hogy a tudatosság küszöbe, ahogy megszilárdul, ezek mind a tudattalamba kerülnek. Hálásan köszönöm. Szívesen. Ezért mondta a legnagyobb nyugati bóthiszatvánk újra, hogy bizony mondom néktek, ha nem lesztek gyermekek, újra nem léphettek be a mennyek kapuján. És az újra az aláhúzva. Tehát ha ezt az avatárt te nem dolgozott ki, és nem fejleszted föl, akkor te nem vagy egészséges ember. És ehhez az kell, hogy átmenetileg vagy életed végéig, de a tudatküszöbb alá kerüljön az összes korábbi életed identitás élménye. Mert ha nem, megőrülünk. És ez nem jó. Tehát ha ez a pillanat tiszta, ez a lélek tiszta, az identitás tiszta, akkor egyszerűen világosan lehet előre haladni. Ha két, három vagy több identitás életben a lélekben állandó jelleggel, megkattanunk. Tehát ezt nem tesszük. Vannak olyan zengyakorlók, akik nem hisznek a reinkarnációban, és így is tudnak gyakorolni. Vannak, akik hisznek benne, de minek. A tapasztalat döntse el, hogy te látod-e előző karmáidat, ha kell, előző életeidet, vagy sem. Te nem vagy attól több, hogy visszalátsz a múltadba. Attól sem vagy kevesebb, hogy csak ezt a pillanatot érzékeled. Ez nem hit kérdése a véleményalkotás vagy vágyak szintjén. Ez a tapasztalás kérdése a lélek tudatosságának a szintjén. Ne függj egyetlen korábbi életettől sem. Ne függj ettől az identitástól és ettől az én tudattól sem, hanem láss tisztán. Ezt a pillanatot élt tisztán. Ebben a pillanatban egyetlen inkarnáció sincs. Ebben a pillanatban objektív múlt, jelen és jövő sincs. A gyémánc útra így szól: A múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Tovább vive, a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ezért másodlagos, hogy hány életre emlékszel vagy sem. Ezért nem szabad beleragadni semmibe, ami a múlt árnyai között téged fogva tartana. Ezért kell száz százalékig visszajönni ebbe a pillanatba, erre a helyre, hogy te egészséges ember légy, és láss tisztán, haj tisztán, gondolkodj, érez, beszélj és cselekedj tisztán. Ez a gyakorlat. Ez az út. Ha ezt megtesszük, akkor helyesen ismerjük föl a helyzetet, helyesen teremtünk kapcsolatot, és helyesen cselekszünk, illetve működünk együtt, ezáltal tudunk segíteni másokon és magunkon egyaránt. Ezáltal teljesíthetjük be az utunkat, mint a felébredés útján boldogságkereső és szenvedés kerülő lények. Ez nem identitás függő. Ez nem múlt és jelen függő. Ez csak tőlünk függ. Magunktól. Ennek a felfedezéséhez, helyes műveléséhez és az úton való együtthaladáshoz kívánok mindenkinek jó egészséget, töretlen kitartást és a buthában, darmában és szangában való menedék felvételét. Akármilyen hagyományt, akármilyen iskolát gyakorolj, legyen ez meg, hogy végre szellemileg önállóak legyünk, végre elnyerjük autonómiánkat és ezen az úton együtt haladhassunk. Köszönöm a figyelmet.